Kedves nézőink, Magyarországon még nem túl magas a koronavírussal fertőzöttek száma, Európában viszont egyre több új beteget regisztrálnak és diagnosztizálnak. A mai esti mérlegben a koronavírussal foglalkozunk, maradjanak velünk! Magas láz és köhögés, komolyabb esetben tüdőgyulladás, ezek a tünetei a Kínából induló betegségnek. Az új légúti megbetegedést kiváltó vírust még decemberben Kínában azonosították. Eddigi információk szerint a fertőzöttek a helyi halpiacon kaphatták el a járvány eddig kevésbé ismert fajtáját. A járvány Európában is felütötte a fejét, Magyarországon eddig 12 koronavírussal fertőzött beteget diagnosztizáltak. A felkészülés megtörtént, a Nemzeti Népegészségügyi Központ által kidolgozott eljárásrendet már ismerik az alapellátásban, szakellátásban dolgozók, illetve a kórházban dolgozók. Ezek az Egészségügyi Világszervezet ajánlásain alapuló ajánlásokat, eljárásrendet jelentenek. Európán belül Franciaországban, Olaszországban, Finnországban, Oroszországban és Németországban is magas a fertőzöttek száma. Farkas Zoltán háziorvos a védekezés lehetséges módjaira hívja fel a figyelmet. Személyes higiénia vásárlás előtt és után, bankautomata használata előtt és után nagyon fontos, hogy a bevásárló kosárral való érkezés után, tömegközlekedési eszközök után, tehát mindenkinek legyen egy pici kézfertőtlenítő, a Stymax most már köztudott, úgy hallottam, nehezen elérhető, de aki tudja, szerezze be. A járvány minden kontinenst elért. Az esetleges betegek elkülönítésére Magyarországon a budapesti Szent László kórházat jelölte ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ. A koronavírussal fertőzöttek túlnyomó többsége Kínában van, de a világ több pontján megjelent már a betegség. Elérte többek között Észak-Olaszországot is, az egész országot karantén alá helyezték. A következő két hétben nem hagyhatják el a területet az ott tartózkodók, ott élők, és senki nem léphet be oda. A betegség tünetei sokban megegyeznek más betegségek tüneteivel, mint például az influenza. 12,5 nap lehet a maximális lappangási idő. A tünetek tekintetében a magas láz, köhögés, légzési nehézség jelentkezhet. Hazánkban sorra mondják le a nagyobb rendezvényeket. Magyarországon eddig 12 koronavírus fertőzöttet diagnosztizáltak. Városunkban egyelőre senkinél sem merült fel a betegség gyanúja. Mi mégis utána jártunk, a székesfehérváriak mennyire tartanak az esetleges megbetegedéstől. Egyelőre nem tartok tőle, de lehet, hogy nagyobb a füstje, mint a lángja a dolognak. Úgyhogy abban bízom, hogy bennünket el fog kerülni. Szerintem nem nagyon kellene, bár igaz, hogy van itt egyetemi oktatási központ, bízom benne, hogy azért csak nem fog elérni ide hozzánk. A megkérdezettek válaszaiból kiderült, ha bár nem félnek a vírustól, a megelőzésre, higiéniára nagy hangsúlyt fektetnek. Azt mondom, hogy a prevenció az mindig kell mindenféle esetben, bármit. Most a koronavírus esetében is úgy gondolom, hogy lehet, hogy egy kicsit föl van turbozva, de jobb félni, mint megijedni. Mi is többet mosunk kezet, fertőtlenítjük a kilincseket, így védekezünk. Nem megyek közösségbe, mert ha én elkapom, akkor az tragikusabb, mint a fiatalok kapják el. Hétfő este óta karantén alatt áll egész Olaszország, ott már minden bizonnyal érzékelhető a koronavírus gazdasági hatása is. Számos országot érint a fertőzés terjedése, amely az egész világ, így Magyarország gazdasági életét is befolyásolhatja. Az, hogy gazdasági hatásai vannak és lesznek, ez ma már nem kérdés, ennek igazából csak a mértéke az, amit ma senki nem lát előre. Azt gondolom, hogy jelen pillanat, jelen állapotokról beszélhetünk, és talán semmi sem beszédesebb annál, mint hogy mindenki lefelé módosítja az idei évi növekedési kilátásokat, mind a közép-kelet-európai kilátásokat csökkentették 2,9-ről 2,6-ra. Ugye a kormány is most már 3,5% alatti növekedés prognosztizál az idei évre, holott ezekre korábban 4%-ról szóltak, és senki nem látja ma ennek a végét és a hatásait. Minden attól függ, hogy milyen szinten eszkalálódik ez a koronavírus járvány, illetve ennek a következményei. Ha csak a tegnap éjszakai olaszországi eseményekre gondolunk, valójában senki nem tudja, hogy ma ennek hol és mikor lehet vége, és milyen hatásai lehetnek. Ugye ez egy olyan speciális gazdasági esemény, ahol egyidejűleg mind a keresleti, mind a kínálati oldalt befolyásolja ez az esemény sorozat. És ha csak az olaszországi eseményeket vetítjük tovább, ugye az a kínálati oldalt csökkenti teljes mértékben.
tehát globális értékláncok szakadhatnak meg, gyárakat zárhatnak karantén alá, megszűnik a termelés, tehát ugye ez ellátási nehézségeket okozhat. Ugye a keresleti oldalon az emberek félnek, ez már ma látszik, hogy mozikba, színházba, éttermekbe, utazásirodákba mondják le a foglalásaikat, emiatt csökken a fogyasztás, nyilván a tartós fogyasztási vagy élelmiszeripari cikkeket leszámítva, ugye biztosan csökkenni fog ezeknek a fogyasztása. Hogyha egy céget nézünk, és az alkalmazottakat, a munkavállalókat nézzük, akkor mi a helyzet, mit lehet tenni az ő érdekükben, a cég érdekében? Nyilván minden egyes pillanatban az emberek biztonsága, egészsége és az érdekei az elsődlegesek, ez még egy termelő üzemben sem működhet másképp. Hetek óta figyeljük az eseményeket, gyakorlatilag itt a cégben is működik egy operatív törzs, akikkel napi szinten, sőt most már azt mondom, hogy óráról órára figyeljük az eseményeket, és próbáljuk meghozni azokat a védőintézkedéseket, amik a mi hatáskörünk, amiben mi, nekünk ráhatásunk van. Tehát folyamatosan fertőtlenítjük azokat a közös helységeket, kilincseket, padlót, vagy bármit, amihez hozzáérhetnek a kollégák. Mindenkinek felhívtuk a figyelmét ugye a higiéniás szabályok betartására, előírtuk, hogy próbáljuk kerülni az intézkedéseket, és nyilván ahogy fokozódik a helyzet, további intézkedéseket fogunk megtenni. Igen, ugye itt Magyarországon még nem túl magas a fertőzöttek száma, itt a megyében még nincsen diagnosztizált beteg, de hogyha esetleg mondjuk lenne itt a megyében már, akkor mi várható mondjuk ennek a cégnek a működésén belül? Ugye ez nem egy olyan munka, amit távolról lehetne végezni. Minket abszolút az befolyásol, hogy hogyan alakul a környezetünk. Tehát nyilván, hogyha azokba a cégekbe, akikbe mondjuk például beszállítunk, és azok karantén alá kerülnek, és oda nem lehet beszállítani, akkor természetesen ez ránk hatással lesz. Ahogy ugyanúgy hatással lehet az, amennyiben a beszállítóink kerülnek olyan helyzetbe, hogy akadozhat az alapanyag ellátásunk. Jelen pillanatban egyébként ilyen nincsen, tehát vizsgáljuk ezt folyamatosan, és semmiféle ellátási probléma se vevők, se szállítók irányából nincsen. A koronavírus járvány miatt tovább esik az üzemanyagok ára. Szerdán a benzinárát 7, a gázolajét 6 forinttal csökkenti az olajipari társaság. A 95-ös motorbenzint 358, dízelt pedig 370 forintért lehet majd tankolni a hét közepétől. A szakemberek előzetesen számítottak az árváltozásra, múlt héten ugyanis a benzin 18, a gázolaj 17 forinttal lett olcsóbb, valamint 2008 óta nem zuhant akkorát az olajára, mint a hétvégén. A folytatódó áresés tehát nem meglepő, a koronavírus járvány miatt a nyersolaj világpiaci ára pénteken 10%-kal esett, délelőtt pedig további 30%-kal. Magyarországon egyre többen vásárolnak néhány hétre előre tervezve. Az üzletekben egyelőre nem jelentettek hiányt sehonnan, de ha beindulna a vásárlás, az sem okozna komolyabb fennakadást. Az Országos Kereskedelmi Szövetség összegzése szerint semmiféle kiugrás nem volt egyetlen egy árucsoportban sem a bolti kiskereskedelemben az elmúlt időszakban. A felvásárlásra azért sincsen ok, mert akár a húsvétot, akár a karácsony nézzük, a szokásosnál többszörös árumennyiséget is ki tudnak szolgálni a boltok. Tegnap kaptunk 100 darabot, ami kevesebb, mint 2 órát el is fogyott. A maszkokkal egyébként már más a helyzet, azt szinte sehol sem kapni, pedig keresik az emberek. A munkavédelmi boltok polcain is csak elvétve található, de azokat, amelyek kiszűrik a vírust, már nem lehet kapni. Ami az influenza és azokkal rokon vírusok kiszűrésére alkalmas jelzésű félállat, az az FFP2-es vagy az FFP3-as félállatok minimum. Ez egy szakmai jelölés. Általában 3 kategóriát különböztetünk, az 1-est, a 2-est és a 3-ast. Az 1-es az nem alkalmas a vírusok kiszűrésére, mert a vírusok annyira pici részecskékből állnak, amit az FFP1-es változatok még nem tudnak kiszűrni. Létezik egyszer és többször használatos eszköz, utóbbit rendszeresen kell fertőtleníteni. A patikákban az egyszer használatos kötős vagy gumis kapható általában, de jelenleg a gyógyszertárak hiánnyal küzdenek. A maszkok a gyógyszertárvezető szerint a betegség továbbterjedését előzik meg, ha a beteg viseli, védelemre nem elegendő. Ugye maszkot felteszi, akkor a köhögés, tüsszögés, a beszéd során ezek a fertőző ágensek nem jutnak a maszkon túl, és így tulajdonképpen meg lehet akadályozni, vagy csökkenteni azt, hogy tovább fertőzzön más embereket. Aki teljesen egészséges, az a probléma, hogy ugye nem csak a száj
jön keresztül juthat ez be, hanem akár a szemen, egy seben keresztül. Székesfehérvárt még nem ért el a fertőzés, ennél a betegségnél is a legfontosabb a megelőzés. A város egészségügyi tanácsnoka arra figyelmeztet, hogy senki se vállaljon felesleges kockázatot utazással, mosson mindenki rendszeresen kezet, és kerüljék az emberek a fölösleges fizikai kontaktusokat, mint a kézfogás, ölelkezés. Azt kérném mindenkitől, hogy használja a józan eszét. Ne vállaljon fölösleges kockázatot, ne menjen oda, ahol esetleg fertőzött beteggel találkozhat, mosson sokszor kezet, ahogy azt már gyerekkorunkban valószínűleg megtanultuk. Kerüljük a fölösleges fizikai kontaktust, tehát ne ölelgessünk, kézfogás, pusziszkodás, ezt most egy kis időre hanyagoljuk. Azt hiszem, hogy ezek az alapvető dolgok, amiket mindenki megtehet. Az országos mentőszolgálat minden megyeszékhelyen egy mentőautót csak a koronafertőzés gyanús személyek szállítására helyezett használatba. A mentősök a minden állomáson elérhető védőruházatban, védőszemüvegben, kesztyűben mennek a fertőzött gyanús emberért. A mentőautók fertőtlenítését a szállítás után elvégzik, amely egy félórás ózonos belső tisztítást jelent, ezen kívül a tárgyakat is áttörlik a fertőtlenítőszerekkel. Kedre 12-re emelkedett a koronavírus fertőzöttek száma Magyarországon. A Szent László kórházban már napok óta járványügyi zárlat alatt álló újabb 3 iráni hallgatónál diagnosztizálták a vírust. Velük együtt hazánkban eddig 12 új koronavírus fertőzöttet tartanak nyilván, közülük 8 iráni, 1 brit és 3 magyar állampolgár. A karanténban továbbra is 67 ember van, míg 362 mintavételt végeztek a szakemberek. Hétfőn életbe lépett a korlátozás, miszerint Magyarország nem fogad Észak-Olaszországból repülőket, látogatási tilalom lépett életbe a kórházakban és a bentlakásos szociális intézményekben. Nem csak a fővárosban, hanem Székesfehérváron is elmaradnak a március 15-i ünnepi megemlékezések. Minden szem Petőfire szegeződött. Tavaly a Vasvári Pál gimnázium diákjai idézték meg a Városház téren a márciusi forradalmat, idén pedig a Teleki Blanka gimnázium tanulói Én Petőfi című előadásokkal tisztelegtek volna a forradalom és szabadságharc emléke előtt. Akárcsak az előadás, a városi megemlékezések is elmaradnak március 15-én a koronavírus terjedésének megelőzése érdekében. Talán most az a felelős magatartás és hozzáállás, hogyha idén nem tartjuk meg azt az utcaszínházat és megemlékezést és ünnepséget, ami egyébként szép hagyomány a városunknak. Tettük ezt azért, hiszen számunkra a fehérváriak biztonsága a legfontosabb, hogy ez valóban egy tömegrendezvény, hiszen sok ezer ember szokott rajta részt venni. Úgy éreztük, hogy az operatív törzs ajánlását figyelembe véve most az a bölcs és felelős döntés, hogyha idén ez a rendezvény elmarad. A döntésről tájékoztatást kapott a helyi védelmi bizottság elnöke. A polgármester felhívta a város hivatalos iskola és civil közösségének figyelmét, hogy mérlegelje, megtartja-e a nagyobb létszámú nemzeti ünnepünkhöz kapcsolódó rendezvényeket. A Székesfehérvári Szakképzési Centrum és a Székesfehérvári Tankerület is kérte az iskolákat, hogy ne tartsák meg nagy rendezvényeiket. Azt kértem igazgató kollégáktól, hogy lehetőség szerint osztályszinten, vagy hangos bemondón keresztül tartsák meg a megemlékezéseket. Ha és amennyiben az iskola önkormányzati rendezvényhez társult volna, és nagy diáktömegeket mozgatott volna meg, ott pedig kértem az igazgató kollégákat, hogy az iskola vezetése a diák önkormányzat vezetésével szűk körben egy koszorút helyezzen el a megemlékezés helyszínén. Cserpalkovics András a város közössége nevében néma koszorúzással rója le tiszteletét 1848 hőseinek emléke előtt. A Penna Régia díjátadó és a március 16-ai Atlantis program viszont értesüléseink szerint nem marad el. Kedves nézőink, a mai esti mérleg fókuszában a koronavírus állt. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra!